Sánkhely és Budapest testvérvárosok 2013 óta, és az 5 éves évforduló alkalmából gondoltuk, hogy ezt egy magyar hetekkel, illetve Budapest Fest névre keresztelt kulturális, turisztika és gazdasági esemény sorozattal ünnepelnénk meg Sánkhelyban. Egy nagyon illusztris helyet választottunk ennek. Sánkhely egyik leglátogatottabb, a sánkhelyi tévétorony előtti teret néztük ki, és itt sport, turisztika, kultúra, minden megtalálható 4 napon keresztül. Sánkhely gazdasági fővárosa Kínának. Itt koncentrálódik a pénzügyi szolgáltatók egy jelentős része, a gazdasági szolgáltatók egy jelentős része, és a világ kereskedelmének 3,2%-a a sánkhelyi kikötőkön keresztül bonyolódik, amivel nagyon markánsan már 8 éve vezeti a világ ranglistát Sánkhely. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt gazdasági szerepe is van egy ilyen kulturális eseménynek, illetve maga a turisztikai vonatkozása is jelentős, hogy a sánkhelyi egyre jelentősebben növekvő középosztály az Kelet-Európában melyik következő úti célját fedezi fel. Ez az eddigi legnagyobb ilyen megjelenés itt Sánkhelyben, sőt egyáltalán Kínában is magyar részről. Ugye ez a most zajló Budapest Fest arra hivatott, hogy egy picit promotálja a Budapest, illetve a magyar kultúrát. Rengeteg olyan programmal készültünk, ami erre alkalmas lesz. Egyrészt hoztunk fantasztikus fotókat, hoztunk rengetegféle kulturális műsort, zenészeket, táncosokat, előadó művészeket, hoztunk sportolókat és különböző sportműfajokat is, és új magyar találmányokat, és hát természetesen elhoztuk a magyar konyhát is erre az eseményre, amivel szerintem legalább annyira meg lehet fogni a sánkhelyiakat, mint bármi mással. A testvérvárosi kapcsolatunk Budapest és Sánkhely között az 5 évvel ezelőtt kezdődött el. 5 évre kötetett ez a megállapodás, de olyan jól sikerült, és úgy érezzük, hogy tényleg mindkét félnek annyira hasznos, hogy ezt szeretnénk idén nyáron megújítani. Erre a sánkhelyi fél is nagyon nyitott, sőt, ők kezdeményezték ezt az újítást. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezek az egyébként jó emberi és kulturális kapcsolatok majd persze gazdaságilag is ugyanilyen jelentősek lesznek. Gondolok itt például a turizmusra, ahol az elmúlt évekhez képest a harmadával nőtt a Kínából Magyarországra érkező turisták száma, ami egy nagyon szép szám, viszont azt mutatja, hogy még bőven lehet hova fejlődni, hiszen ez egy hatalmas piac. Az esetleges cél az, hogy egy markáns jelenlétünk legyen Sánkhelyben. Ugye Sánkhely Kína egyik legfontosabb gazdasági és egyre inkább kulturális központja. Tehát mindenféleképpen egy nagyon komoly kihívás egy 25 milliós városban, amely önmagában 2,5-szer több lakosabb ír, mint Magyarország, megjelenni és láthatóvá válni. Tehát az alapvető célunk a láthatóvá válás, és az, hogy minden évben legyen valami olyan kulturális megmozdulás, ami Magyarországhoz kötődik, és ennek a kínai közönségnek egyre inkább tudatosítja a figyelmében Magyarországot.
Ennek a rendezvénynek a célja megismertetni a magyar gasztronómiát, megismertetni a magyar alapanyagokat, a magyar konyhatechnológiát a ide látogató kedves vendégeknek. Számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert Shanghaiban, itt a TV-toronyban egy fantasztikus látványkonyhában tudjuk bemutatni a magyar értékeket, a magyar hungarikumokat, például a gulyáslevest, egy sertés szűzérméket egy magyaros lecsóval, vagy egy harcsapaprikás galuskával, de egy-két desszertet is azért szeretnék kiemelni, úgy, mint a rákócit, pohárkrémet, vagy akár egy nagyon finom meggyes, diós rétest. Ami Európában vagy Magyarországon egy bevált marketing, itt el kell felejteni. Ha vegyük például nagyon alapvető különbség, nincs kenyér. Nincs kenyérkultúra, tehát minden, amit mi kenyérrel, kenyérhez fogyasztunk, az itt nem fog működni. Tehát lehet akármilyen híres téli szalámi, csabai kolbász, bármilyen sajt vagy tejtermék, itt teljesen újra kell pozícionálni. Vagy még olyan termékek is, amik esetleg jól működhetnek ezen a piacon, az ízesítés, az ízvilág teljesen különböző, nem biztos, hogy jól működnek. Amit tudunk tenni, az egyrészt az, hogy két problémánk van. Az egyik az, hogy maga a termék teljesen ismeretlen, de a kínai piac nagyon gyorsan változik, nagyon gyorsan adaptálódik. Ha azt vegyük figyelembe, hogy 10 éve itt még nem lehetett kávét inni, most azt hiszem, hogy nem tudok 300 métert menni a városba, hogy ne legyen egy kávézó, vagy egy Starbucks, vagy bármilyen más márka. Úgyhogy szépen ide is betör a nemzetközi kultúra, úgyhogy csak ki kell várni, amíg azok a termékek majd elfogadhatóak lesznek, amiket mi is szeretünk otthon. A másik az, hogy miért nem a magyar termék, hogyha már másmilyen termék, nem ismernek bennünket. Úgyhogy ezek a rendezvények, vagy bármilyen más olyan rendezvény, ami Magyarországot rakja fel a térképre, vagy Magyarországot ismerteti meg, az rengeteget segít azoknak a cégeknek, akik itt próbálnak megjelenni, és akiknek az imidzsét, az ismertségét tudják ezek a rendezvények emelni. Valamennyi stand nagyon látogatott, szívesen hímeznek, ami nekem például meglepő, hogy tudjuk, hogy a kínai hímzés hasonlít a magyar hímzésre egy kicsit. Mindenki nagyon szívesen áll be hímezni, illetve nagyon szívesen nemezelnek, érdeklődve tekintenek a mézes kalács készítésre, illetve az ördöglakatoknak hatalmas sikere van, mindenki próbálja megfejteni a talányt, hogy hogyan lehet az ördöglakatot kinyitni. A kínaiakat minden érdekli. Minden ami Európába jön, magyar kézművességet is nagyon szeretik. Én most vagyok negyedszerre Kínába, és mézes kalácssal voltam eddig mindig. És akárhol megyek, mindenhol érdeklődésre fogadják. Ki szeretnék próbálni. Én mivel itt először vagyok itt Kínában, még nem jártam erre soha, én nekem egy meglepetés. Amúgy is érdekesek voltak számomra, de most, ahogy így szembesültem, itt nap mint nap, hát lenyűgözőek szerintem. Hát olyan jó humorérzékük van. Először egy kicsit úgy vonakodnak, de utána észreveszik, hogy partner vagyok benne. Én ugye ördöglakatokkal játszok, egy játszóházat vezetek, és akkor, mikor észreveszik, hogy van ebbe egy kis móka, akkor aztán ilyen határtalan kacagásokba törnek ki. Nagyon, nagyon díjazom őket. Az együttműködésünknek a fő célja az egészséges táplálkozásnak a népszerűsítése, illetőleg a közétkeztetésnek a megújítása. Annak érdekében, hogy a közétkeztetésen belül kiemelten csak minőségi alapanyagokat, illetőleg lehetőség szerint helyi alapanyagokat használjanak fel. A shanghai tartózkodásunk során azt tapasztaltuk, eltérő gasztrokultúrákkal is találkozva, hogy a kínai konyhában is rendkívül sok az egészséges alapanyagoknak a száma. Gondolok itt a különbözőféle halakra, sovány húsokra, illetőleg a igen nagy mennyiségű zöldségfogyasztásra.
Én azt gondolom, hogy ezzel a rendezvényel, amit Sanghajban, Budapest Fesztiválon van részvételen, olyan tapasztalatokat tudtunk szerezni, mely átadva a vállalkozásoknak, a helyi vállalkozások részére óriási segítséget nyújt. Ez egyébként egybeesik egy kormányzati törekvéssel is, hiszen a kormányzat nagy hangsúlyt fektet a vállalkozások nemzetközi piacokra való kijutásával. Egy ilyen személyes találkozó, amire itt most módunk és lehetőségünk volt, nagy segítséggel bír abban, hogy ezt létre is tudjuk hozni. Feladatunk volt, hogy egy olyan gasztronómiai bemutatót tartsunk a Shanghai TV-toronyban, ami ízelítőt ad a shanghaiak részére, hogy megismerjék a magyar gasztronómiát. Ezen belül is azokat az élelmiszereket használtuk fel, amelyek kumbarikumnak számítanak. Nagy sikere volt, naponta mintegy 500 ember kóstolta meg ezeket az ételeket, és minden nap kétszer. Ezért bátran mondhatom, hogy jól teljesítettük azt a vállalt, önként vállalt feladatot, hogy népszerűsítsük hazánkat, a magyar gasztronómiát. Nagyon sok hasonlóság van, azonban az a néhány fűszerként ható különbség, az viszont nagyon érdekes, úgy, ahogy éppen a kínai konyha is attól a néhány fűszertől különösen érdekes. Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fiatalon is vannak, akik már munkát vállalnak Shanghaiban. Shanghaiban például egy érdekesség, hogy a szakképzés, mint olyan 25-30 középiskolának, akik gasztronómiával foglalatoskodnak, és itt vagyunk például a Pearl Tower-ben, az Oriental Pearl Tower itt van mögöttünk, és itt senki nem shanghai, aki itt dolgozna, tehát shanghai ember itt például nem dolgozik. Nagyon-nagyon érdekes, az itteni emberek rendkívül alázatosak, amit hoztunk, magyar tudást, arra szomjaznak, éhesek és nagyon-nagyon kíváncsiak rá. Bízunk benne nagyon, hogy tudunk nekik is nyújtani valami olyat, ami a szerény kis hazánkból ide importálható, vagy tőlünk exportálható, és nagyon kíváncsiak, nagyon nehezen, nagyon kevesen tudják egyébként, hogy Magyarország merre van. Azok az emberek, az itt dolgozók, akik esetleg nem vezetői pozícióban vannak, azok Magyarországról abszolút nem hallottak, és térképen folyamatosan mutogatjuk őket, Európát nagyjából be tudják lőni, hogy merre van. Azonban vannak olyan termékek, amiket látunk, itteni importőrökkel beszélgettünk, és láttuk azt, hogy vannak olyan termékek, amire viszont nagyon nagy szükség van, és Magyarországot így módon elég komolyan veszik, ahogy én látom. De ezt a mi részünkről mindenféleképpen az oktatás, nevelés a fő csapás irány, és innen nagyon sok információt tudtunk összegyűjteni, és ez így hát köszönjük nagyon szépen, hogy itt lehetünk.